közösségeket kirakhatta egy halál, ami elfogadhatatlan a 21. század Európájában. Az emberek nem fordulhatnak bíróságot, mert nem létezik olyan, hogy független magyar bíróság. Ezen kívül a PER illetékeznek, hogy egyszerűen valami halandónak merje elkezdődéket megfizetni, mivel az állam várunk még egy kicsit, amíg a többiek is ide érnek. Az a kérdésem, hogy gyertek át ide erre az oldalra. A rendezők pedig figyeljenek, hogy az úton álljanak az emberek. Vagy azon az oldalon, vagy azon. Katasztrófát. Mindenki vigyázzon a saját testi épségére, és csak a járdán tartózkodunk. Nem mondj ilyet, nem megyünk be, de hát ha mégis meggondolják magukat. Nem félni, hogy nagyon fel voltak háborodva az emberek. Nem azért, mert vagyunk volna biztonsági szolgálat, hanem imádjuk őket. De nyilván szóltunk előre, eljöttünk, rengeteg időt, energiát szántunk rá. Én azt gondolom, hogy csak van olyan, aki itt dolgozik ide, tartozik a tévéhez, és kijönne, és ezt átadhatunk. Ehhez akkor egy questről. Megvárjuk, van időnk. Emberek, mit szóltok ahhoz, hogy az RTL klubhoz hasonlóan itt is a biztonsági szolgálatot küldték ide, mert félelem esetben a vezető. Na nincs itt a vezérigazgató, nekünk egy műsor szerkesztő is. Nem a biztonsági szolgálat és nem a takarító nő kell nekünk. Elmegyünk minden az idegünk, nem jöjjön valamilyen kompetens vezető? Nem! Rájövünk, megvárjuk. Várjatok egy picit, azt mondták, ki fognak jönni. Álljatok ide fel, légy színes, hogy ne menjen el senki. Gyertek ide följebb, gyertek följebb, jó? Aki velünk van, jöjjön. Egy picit várjál, azt mondták, hogy mindjárt bóla jöttök. Így van. Természetesen várjuk. Hát azt várjuk. Kiszlogással, gyerünk. Gyertek, gyerünk, kéz a kézben, seki sebe. Gyertek. Álljunk ide elé. Idegesek az emberek. Egy kis oldal. Nem vagy, teljesen normális. Azt szeretném közölni, hogy ennek a demonstrációt. Türelemmel tesztem. Ülőlánc. És engem. Most kellemetlen. Jó?
állnak itt, most a admin kívül, a magam most ide kijön. Légy szíves, állj ide, András. Az a feladatotok, hogy ide nem megfelelsenek, jó? Hát ők most a rendező. A Magdi kellemetlen helyzetbe hozza minket. Gyertek egy picit elrébb, ezt kérje a rendőrség, és álljatok itt sorfalat. Nem megyünk haza, ígéretet kaptunk rá, hogy ki fog jönni valaki. Várjuk, mert menjünk haza, mert tehát már itt se lehetünk, már menjünk az útra, menjünk az erdőbe, menjünk haza, nem egyszerűen? Nem, Ernő, nem. Hát látjátok, hogy 6 tévétársaság közül 2 aláz meg bennünket, 4 korrektül, normálisan viselkedett. Most ide küldenek egy alkalmazottat. Ki az az alkalmazott, ki bízta őt meg, hogy idejön, és egy más cég alkalmazottja a szövetségnek az embereit elküldje innen. Nyilván ebből még nem küldtek el, most várjuk, hogy kijöjjön. Akartad, de nem hagytuk. Én értem, és látod, hogy én itt is állok, és várok pontosan rá. Pontosan megvárjuk. Így várok rá, természetesen. Ennyi. Az nem probléma, hogy egyetlen ember sem csinálhat olyan balhét, amit a szervezők nem tudják. A díjszokta magát, és arra biztos emberek, amíg menjünk be. Itt álljunk meg azt mondta, nem igaz, Laci, nem szóltam, de senkinek nem tűnik, csak neked. Ezen ne vitatkozunk, várjuk meg egy jelen, mit mondanak, hogy itt már nem. Nekünk a Magdival volt egy-két beszélgetésük, aztán nem hallottad, és ezt is addig ne ítéljél, amit nem sikerült ezt így.